Ether alapanyagnak számító búza mikrobiológiai figyelemmel követését a tavalyi aflatoxinnal, tehát szintén egyfajta mikotoxinnal történt kukoricafertőzöttsége alapozta meg. Az intézet a régió összes búzatermő területének ellenőrzését lefedi, és a fuzárium gomba mikotoxin szintézisét is ellenőrizte. Eddig a begyűjtött 500 mintából 100 minta eredménye készült el. Az aratás kezdetén a mikotoxinok mennyisége nulla volt, ezeknek a peniszgombáknak a spórái a mikrobiológiai elemzéskor mutatkoztak meg, ami érthető, mert a fejlődésükhöz szükséges előfeltételek adottak voltak. Megnyugtató, hogy a későbbi vizsgálatoknál is nagyon kis számú mintában volt megfigyelhető a mikotoxin szintézise. Egy mintában sem találtak a megengedett mikotoxin szintet túllépő mennyiségben mikotoxint. Egyébként ez a probléma a búzánál nem jelent akkora veszélyt, mint a kukoricánál. Az aflatoxin nem jelent problémát a búzánál, mivel már az aspirációval, a száraz és nedves hántolással a héját eltávolítják. Így nem valószínű, hogy a lisztben az előfordul. Azonban ezt a hulladékot nem szabad felhasználni az állati takarmányban, ugyanis a takarmányokra vonatkozó minőségi előírások szigorúbbak, mint az emberi táplálékra vonatkozóak. A szakemberek elmondták, hogy az előírásos tárolási körülmények betartásának most megnőtt a jelentősége. A méregtermelő gombák spórái ugyanis a raktárakban jelen vannak, és megfelelő körülmények közepette gyorsan el is szaporodhatnak, és befertőzhetik az egészséges búzát.